Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsek mindenkit, aki ma néz és hallgat bennünket. Mai vendégem mérnök Szekeres Gábor. A mai műsor egy megkeresés után jött létre. Talán közel lesz a politikához, de ennek ellenére ezt a beszélgetést próbálom majd úgy olyanségre terelni, hogy a politikát talán kihagyjuk. Igaz, hogy választások jönnek október végén, de az nem azt jelenti, hogy mindennek ki kell fordulni a sarkából, és megtisztelt, hogy megkeresett a egy beszélgetés erejéig. A forgatókönyv azt írja, hogy mondjak valami életrajzot önről, mondok, de majd a szakmai életrajzot megkérem, hogy majd ön mondják. Üdvözlöm még egyszer a stúdióba. Nagyon szépen köszönöm. 1970. augusztus 16-án született Udvardon. Elemi iskoláit és éveit az udvardi magyar tanítási nyelvű alapiskolába töltötte, utána az ésekurvári Jedlik Ányos elektrotechnikai ipari középiskolába járt, és ott érettségizett 1988-ban. Egyetemi éveit Pozsonban a Szlovák Műszaki Egyetem villamosmérnöki karán töltötte, ahol 1994-ben szerzett mérnöki diplomát. Utána következett a szakmai életút, de erről megkérem önt, hogy beszéljen. Tessék! Egyszer nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Szóval, hogy folytassam a témát, első munkahelyem tulajdonképpen mindjárt a pénzügyi szférába irányult. A Szlovák Takarék pénztárban sikerült elhelyezkednem a kötelező katonai szolgálat letöltése után. Itt egészen alulról indultam, a legelején segéd informatikusként, mert hát annak idején még nem volt online összekötve a bankszektor, és fokozatosan pár év alatt sikerült föltornáztam magam egészen a regionális igazgatói pozícióig. Úgyhogy 2002-től 2009-ig a Szlovák Takarék pénztárban regionális igazgatóként dolgoztam már. Két régió tartozott a kezem alá, először Trencsén, utána pedig Nagyszombat. Hát 2009-ben, ezt megkeresés után, egy felkérés után elfogadtam egy újabb kihívást, ami ugyancsak a pénzügyi szférában maradt, és az akkori Volksbank Szlovákia, nevezzük így üzleti igazgatói pozícióját, szóval erre kaptam felkérést, ezt töltöttem be, ez a üzleti igazgatói pozíció, ez szegmensekként értendő persze. Itt a lakossági és a kisvállalkozói szféra az, ami hozzám tartozott, a nagyvállalkozói szféra az nem, az külön volt. Itt 4 évig tevékenykedtem, sajnos, hogy csak 4 évig, megmondom úgy, ahogy van. Ott ugyanis lezajlott egy fúzió, ahol a orosz Sberbank vette át az egykori Volksbankot. És hát megmondom őszintén, annyira megváltozott a banknak a stratégiája, a filozófiája, hogy mégis hogy képzelték el az üzletelést, és szóval, hogy működjön ez a bank Közép-Európában, hogy nem tudtam azonosulni ezzel az elképzeléssel, és elég fájó szívvel, de kiléptem akkor a Volksbankból, azzal, hogy nagyon féltem már akkor attól, hogyha a stratégia nem fog más iránt venni, akkor az a bank előbb vagy utóbb sajnos nem fogja túlélni ezeket a változásokat. Nagyon sajnos, hogy igazam lett, nagyon sajnos, mert ma Volksbank nem létezik. Végül is miért nem létezik a Volksbank? Ott egy olyan alapvető stratégiai döntés született, ami alapján egy teljesen új irányvonalat vett a lakossági bankszféra, ahol tulajdonképpen külső közvetítőkön keresztül akarta a bank a piac részesedését megemelni. Ami működhet, nem mondom, hogy nem működhet, de viszont, hogyha egy banknak kialakított portfóliója van, már ügyfélportfólió, akkor szóval illene, meg jó is, hogyha saját potenciált használja ki a bank, és nem még füzet valakinek azért, hogy külsősök hozzák az üzletet a saját ügyfeleinktől. Megkérdezem, ez máshol működött? Működik, ez minden bankban működik, de a bank nagyságától függően ez szóval százalékosan azért behatározható. Van, ahol elbírja a bank, én nem tudom, 30-40%-ot, hogy húzzanak a külső közvetítők, valahol nem bírja. Valahol ez sok, és
ebben a Volksbankban, de a stratégia megváltozása után egész 80-90%-ra akarták ezt föltornászni. Aha, de sok volt. Ez véleményem szerint akkor sok volt, és hát nagyon sajnos, hogy igazam lett, és per pillanat sajnos Volksbank Szlovákiában nem létezik. Innen tovább szintén még egy ideig a pénzügyi szférában dolgoztam, konkrétan a biztosítók, szóval a unió biztosító keretén belül, ahol konkrétan a regionális szinten a korporát kliens sekket kaptam tulajdonképpen portfólióba, velük kellett foglalkoznom. Szlovákul így mondják, hogy rejtjel prefiremnyi klientom. Ezt a szegmest kaptam meg, ezzel foglalkoztam 2,5 évig. Amit itt jó tudni erről a biztosítótól az, hogy nem csak commerce szférában működik, hanem egészségügyi szférában is, ahol ugyan valamilyen szinten ez a commerce rálátás is megvan, de ettől függetlenül szóval olyan portfólióval rendelkezik, ami elég ritkaság. Tehát ebből is látsz, hogy állandóan az emberekkel foglalkozott. Egyértelműen állandóan emberek között voltam, és állandóan emberek problémáit kellett megoldani. Egyrészt munkahelyen, mert hát a banknak, biztosítónak alkalmazottjai voltak, másrészt pedig ügyfelekkel. És ezt szeretném úgy látom folytatni, az emberek között lenni, folytatni, igen, segíteni. Egyértelműen. De menjünk tovább, valami non-profitot is alakított a kedves feleségével. Ez hogy működött, vagy működik? Ez úgy működik, ez a non-profit szervezet, ez 2006-ban mi csatlakoztunk ehhez a szervezethez, az egy létező szervezet volt már akkor, és ez a szervezet nagyon intenzív munkát végzett az akkori szervezet vezetőinek köszönhetően, aki már időközben sajnos nem él, állandóan gyerekekkel foglalkozott, és nem csak azokkal a gyerekekkel, akik teljes épp családokból származnak, hanem nagyon erős hangsúlyt fektetett a hátrányos helyzetű gyerekekre is. Itt érteni kell ez alatt a gyerekotthonból kikerül gyerekeket, de nem csak a gyerekotthonból meg a pót családokban nevelkedő gyerekekről beszélünk, hanem beszélünk itt egy nagyon speciális szegmensről, az pedig a javítóintézetekben nevelkedő gyerekekről. Az nem semmi, pontosan ez volt az egészben a legnagyobb kihívás, mert azokat a gyerekeket eleve mindenki úgy veszi, hogy ezek a társadalom perifériáján vannak, ezekkel úgy se lehet igazából dolgozni. Ő fölvette úgymond a lantot, és dolgozott velük, foglalkozott velük, és én is, szóval nagyon szívesen segítettem neki ebbe, és nagyon élénken emlékezem az első alkalomra, amikor azt mondták, hogy na, most itt van ez a terem, ott ülnek bent ezek a gyerekek, össze voltak hívva, és szóval menj be, és csinálj nekik egy prezentációt, beszélj velük, és szedd rá őket arra, hogy egy kulturális program keretén belül ők csináljanak egy kulturális programot. Meg kell mondani, hogy ezeknek a gyerekeknek a nagy része roma származású volt. Voltak közöttük nem romák is, de a nagy részük roma származású volt. És amikor mondták, hogy menjek be, hát mondom, jó, hát semmi gond, és emberekkel foglalkoztam, rengeteg prezentációt csináltam életemben, semmi gond. És így megnyitottam az ajtót, benéztem, hoppá, visszacsuktam az ajtót. Szóval itt villamosmérnökként gondolom egy áramütés érte. Igen, valami hasonló, és szóval nem volt mindegy, mert egyrészt elég marconán néztek ki azok a gyerekek, annak ellenére, hogy kiskorúak voltak. Másrészt eleve lehetett látni, hogy ebben a teremben fegyelmezetlen a társaság. Szóval nem igazán tudtam, hogy fogom tudni ezt az egészet kezelni. Az egésznek az lett a vége. Bementem, beszélgettem velük, sokat beszélgettem velük. És még többet beszélgetett velük? Igen, és a kulturális, nevezzük fesztiválnak, aminek a keretén belül, szóval el kellett érni azt, hogy egy olyan kultúrprogramot csináltak ezek a gyerekek, hogy a nevelők könnyekkel a szemükben nézték az egészet, és mikor az egésznek vége volt, a srácok igazán fölálltak, megköszönték a nevelőknek azt, hogy ahogyan törődnek velük, az, hogy nem hagyják őket tényleg, hogy abszolút az utcán maradjanak, mert végül is a javítóintézetekben ezek a nevelők nagyon nehéz munkát és felelősségteljes munkát kell, hogy végezzenek. Annyira büszke voltam akkor azokra a gyerekekre, hogy tényleg sikerélményem volt belőle. Honnan jött ez a gondolat, hogy ön villamosmérnökként, és most már látom, hogy állandó pénzügyi szakértőként, tanácsadóként
ilyen közegbe menjen? Hát ez elsősorban a feleségemnek köszönhető, meg kell, hogy mondjam, mert ő egy ilyen nagyon humánis beállítottságú ember, és ő annak ellenére, hogy szintén közgazdász, pénzügyi szférában ismerkedtünk meg, ott dolgozott éveken keresztül, nagyon magas pozíciókban szintén. Egyik napról a másikra meghozott egy döntést, amikor azt mondta, hogy nem ez az, ami boldoggá teszi őt, hanem szeretne gyerekekkel foglalkozni, és valahogy segíteni a gyerekeknek a beilleszkedésüket a társadalomba. Ez érvényes akár a hátrányos helyzetű gyerekekről beszélünk, akár épp családokból származó gyerekekre, hogy nem egyszerű elindítani a gyerekeket az útjukon, hogy tényleg a helyes úton menjenek, és ha van is baj, mert mindig valahol valami előjön, akkor legyen kihöz fordulniuk. És ezek a gyerekek, én szerintem a mai napig, annak ellenére, hogy ma már 17 éve, hogy ezt elkezdtük, bizalommal fordulnak hozzánk, és visszatérnek. Sőt, együtt akarnak dolgozni, együtt akarnak működni velünk. Úgyhogy vannak most ebben a non-profit szervezetben, amit per pillanat a feleségem irányít. Időközben eljutottunk ebbe a stádiumba. És a mai napig vannak ott olyan önkéntesek szintén, akik ezek közül a gyerekek közül nőttek föl, és a mai napig velünk együtt működnek. Tehát mondhatom azt, mint közgazdászok, pénzügyi szakemberek rájöttek arra, hogy nem minden a pénz. Ez egy abszolút igaz mondat. Az embernek sajnos ezt az életben meg kell értenie, hogy miről is szól ez a mondat, de tényleg erről szól, hogy pénztől nem lesz boldogabb senki. Pénztől nem. Az belső érzések, a belső elégedettség az, ami az embert boldoggá tudja tenni. Egy ilyen kérdés, én ezt átértem. Mi volt akkor, vagy mit érzett akkor, amikor meglátod egy csillogó szemet a gyerekek között? Fú, hát ezek nagyon emotív dolgok, meg kell, hogy mondjam a mai napig, mert mondjuk, ha lebontjuk részleteire, hogy miből is áll ez a munka, ez elsősorban arról szól, hogy iskolán kívül azoknak a gyerekeknek valamilyen aktivitásokat biztosítani, lekötni a figyelmüket, hogy ne a droggal, ne az alkohollal, ne a cigarettel, ne a csellengéssel, ne a rosszat tevéssel foglalkozzanak, hanem valami olyan aktivitással foglalkozzanak, aminek van értelme is, és esetleg még neveli is őket, úgyhogy a jövőre jobban föl lesznek készülve. És ezek az aktivitások például a nyári időszakokban, nyári táborokban csúcsosodnak ki. Most ezekben a nyári táborokban járnak, ezekben a gyermekotthonokból szintén a gyerekek, és hát most már valamennyire immunisak vagyunk ez ellen, de eleinte az első években, komolyan mondom, sokszor latolgattunk, fontolgattunk döntéseket, hogy most ezt a gyereket, hogy nem-e visszük magunkkal haza abból a gyerek otthonból, hogy mégis más környezetben nőjön fel, ne abba a gyerek otthon. Most ezzel nem akarom azt mondani, hogy a gyerek otthon nem jó, de mégse azt adja, amit egy család tud adni. És ez nem csak nálam és a feleségemnél, hanem a gyerekeinknél, a közös gyerekeinknél, akik velünk ott vannak minden aktivitásnál, ugyanúgy előjött, és a kislányom, amikor azt mondta, hogy apu, de ezt a barátnőmet, vigyük vagy haza. Ezt a barátomat vigyük haza, mert jobb lesz neki nálunk. És ezek nagyon, de nagyon nehéz döntések voltak. Végül is úgy döntöttünk, hogy nem akarunk hazavinni. Nem, hogy hazavinni, hanem szóval nem lenne igazságos, hogyha most egy vagy két kiválasztottra fókuszálnánk a figyelmünket. Inkább fókuszáljuk teljesen erre a non-profit szervezetre, és adjuk meg a lehetőséget a többinek, vagy mindenkinek, aki ezt igényli. Ne csak egynek vagy kettőnek, mert hát minél több gyereke van az embernek, annál jobban leköti a szabad idejét is. Még egy kérdés erejéig, ha már elkalandoztunk erre a részre. Figyelemmel követik azután is az életüket, amikor már mondjuk kimennek a nagy életbe? Igen, ez az, amit előbb említettem, hogy persze ez individuális. Van, aki igényli ezt, vagy kéri ezt, hogy valamennyire kapcsolatban maradjunk, és figyelemmel kövessük az életútját. Van, aki nem igényli ezt, de azok számára, mert hát a fölnőtt embernek nem lehet megmondani, hogy most ezt csinálja, vagy azt csinálja, meg lehet, de ettől függetlenül azt csinál, amit ő jónak lát. Nagyon sokan vannak, akik tényleg ezt igénylik, és kapcsolatban vagyunk a mai napig. Ez pontosan abban nyilvánul meg, hogy ez az egész non-profit szervezet, aminek például több mint 2000 tagja van, évek alatt szedődött ez persze össze, csak is azokkal az emberekkel működik, aktív tagokként, akik szintén nevelőkként, én nem tudom, szóval aktivitásokban, akik részt vesznek, ezek mind azok, akik ott nőttek föl közöttünk. Ahogy tanulmányoztam az életrajzát, azt írta benne, hogy imádok
alkotni imádok, építeni. Fontos számomra az, hogy szép környezetben éljek. Bontsuk ezt apró pénzre, vagy váltsuk ezt apró pénzre. Igen, mikor ezt az egészet valamilyen szinten alkottam, akkor úgy gondolkoztam is azon, hogy ez az imádok szó nem-e túl erős. És aztán beszélgettem erről feleségemmel, barátokkal, ismerősökkel, és mindenki egyértelműen azt mondta, te tényleg imádod. És ezért mertem ezt a szót ebbe a formába használni, mert tényleg imádom azt, hogyha előre mozdulnak a dolgok körülöttem. Az mellett, hogy pénzügyi téren voltam aktív szakmailag, nagyon mondhatnám így, hogy erős hobbim építeni, alkotni valamiket. 10 különböző ingatlant építettem föl ez alatt a 30 év alatt, ami alatt aktív vagyok. Ezt jó, lehet vállalkozásként is fölvenni, de lehet fölfogni úgy is, hogy az ember tényleg realizálja önmagát és a kreativitását valahol kifejti. Persze, hogyha azt mondja, és a szó jó értelmével, hogy imádok építeni, akkor szerintem ez a 10, ez jó, hogy létrejött, mert akkor tényleg az imádat ott van benne. Igen, én ezt nem szégyellem valamikor, annak idején, amikor kisgyerek voltam, meg szokták tőlem kérdezni a felnőttek, hogy mi leszel, a nagy leszel. És én meg azt mondtam rá, hogy építész. Akkor még ilyen beállított. Nem traktorista? Nem. Hát jó, lehet, hogy egész kiskoromban voltak, meg kukás autót szerettem volna vezetni, meg ilyeneket, az benne van. De igazából ez az építész dolog, ez mindig fascinált, és valamilyen szinten hobbimmá is vált. És ez látszik azon, ahol aktív vagyok, ott tényleg mindig igyekszek kialakítani valamit, ami szép, ami megfogja az emberek szemét. Egyszer egy ilyen visszajelzést kaptam, hogy te nem építesz, te alkotsz. Mert mi a különbség a kettő között? A kettő között pontosan ez a vállalkozói dolog nyúl bele ebbe az egész témába, én szerintem, hogy van, aki vállalkozó szinten azt mondja, hogy én pénzt akarok ezzel keresni, megépítem, azt építem, amit az emberek kérnek, funkcionális legyen, én nem tudom. Szóval nem azt teszem bele, amit én szeretnék, hanem azt, amit igényelnek. És ezért nekem ezt megfizetik. Ezzel szemben ezek az ingatlanok, amiket én építettem, ezt mindegyiket magamnak építettem. És úgy építettem fel, hogy na, én itt jól érezném magam, én ezt szeretném, én nekem ez felel meg, ez a környezet, ez a kivitelezés, ez a fajta realizáció, és ebből mindig egy olyan valami készült, hogy még a televízióba is bekerült valamilyen szinten, hogy szerették volna az egyik ingatlanomat, amit Pozsonyban építettünk. Szóval, hogy ők fogják egy műsoron belül, amit most nem fog inkább megnevezni, szóval, de hogy ők szeretnék eladni, csak annyira gyorsan eladódott, hogy nem volt rá idő. Hogy önnek már nem volt ég eladni. Igen. Ez egy ilyen tényleg régi, a óvárosban egy régi műemlékvédelmi épület tetején megvettünk feleségemmel egy padlásteret. Az édesapámat mindig nagy szeretettel beavattam ezekbe az investíciós elképzeléseimbe, és mikor elvittem őt oda, akkor hazajött onnan, akkor édesanyámnak csak annyit mondott, hogy gyerektől el kell venni a személyi igazolványt, mert nem normális. Uh-huh. El tudjuk képzelni, hogy egy ilyen 120 éves épületnek a tetőtere, padlástere, hogy hogy nézett ki, és ott mivel, hogy műemlékvédelmi épület volt, ott nem lehetett, hogy leszedem az egészet, és újat teszek rá. Azzal kellett dolgozni, ami van. Ami kialakult belőle, arra a vevő, aki mikor meglátta, annyit mondott rá, Toszkán. Hogy ez hihetetlen, hogy Pozsonyba ilyet tud találni. És ezt az ingatlant, szóval erre kaptam felkérést, hogy esetleg, hogyha fogom akarni eladni, akkor nagyon szívesen a televízióba fut egy ilyen műsor, ahol kínálnak fel ezzel ingatlanokat. Igen. De nem volt rá idő, mert annyira gyorsan elvitték, hogy szóval nem jutottunk oda. És ahogyan tovább böngésztem az életrajzot, azt írja, hogy tapasztalata van az európai projektokkal, a projekt szervezéssel, irányítással. Mit jelent ez? Hiszen az európai projektok finanszírozása a Szlovákiában, mondjam azt, hogy nyögvenyelés? Igen, ez egyértelmű saját tapasztalatból is azt tudom mondani. De most ezeket a projektirányítás, projektszervezést, ezt két külön témára bontanám. Az egyik téma az, ahol tulajdonképpen belecsöppentem ebbe az egészbe.
ezek a multinacionális nemzetközi cégek, ahol dolgoztam, mert hát a pénzügyi szférában az mind nemzetközi cég volt, ahol dolgoztam, és nem tudom miért, de nagy előszeretettel ezekben a nemzetközi ő saját projektjeikbe meginvitáltak. És nekem ez kihívás volt, egyrészt nyelvi dolog véget is, mert hát nagyon kellett, hogy a angolt az ember tökéletesítse, másik szinten pedig az, hogy tapasztalatgyűltés. Ezek a projektek viszont nem voltak uniós pénzből finanszírozva, ezek a cégnek a pénzéből voltak finanszírozva, de viszont nagyon nagy igény volt ott fektetve arra, hogy hatékonyan tényleg legyenek megszervezve ott az egyes lépések, az implementáció véghez menjen, semmi olyan, hogy jaj, itt valami közbe csúszott, és ez véget. Hirtelennyébe a beleinvestált pénz, hát akkor elveszett, vagy nem szólna. Nem létezett olyan, hogy egy projekt ne legyen végighúzva. Most ez az egyik vetület. A másik vetület pedig az, amikor, és ehhez nem jutottam még a szakmai életutam ecsetelésénél hozzá, hogy az utolsó munkahelyem, ahol aktív voltam, az a szlovákiai kikötők vezérigazgatói pozíciója volt. Erről a kikötőről, mert sokan lehet, hogy nem is tudják, hogy ilyen cég Szlovákiában létezik. Annak idején még az előző rendszerben volt egy nagyon komoly flotillája is a Csehszlovákiának, hogy így mondjam. Az mit jelent egy komoly flotilla? Hát a dunai hajózásnak nagy prioritása volt, és hát ehhez ki volt építve a teljes infrastruktúra, a teljes felszereltség, minden. Aztán a két állam különválása után, Csehország és Szlovákia különválása után, ez valamilyen szinten transformálódott Szlovákiára, és aztán hát privatizáció alatt ez le lett privatizálva. Ami viszont megmaradt, az mai napig a szlovák állam a tulajdonosa ezeknek a kikötőknek, és hát tulajdonképpen a szlovák államnak a felelőssége lenne az, vagy kell, hogy legyen, az, hogy ez a infrastruktúra minél jobban szolgálja azt a vállalkozói környezetet, amelyik ebben a szférában vállalkozni akar. Na most ezt úgy kell érteni, hogy Szlovákiában ezáltal van három kikötő, a Dunán konkrétan, ami ennek a cégnek a kompetenciójába tartozik. Ez Pozsony, amit gondolom nagyon sokan ismernek, mert hát eleve látható a teherkikötő is, de hát a személykikötő is szinte kettészeli a várost. Aztán van Komárom, amit szintén Komárom és környéke elég jól ismer, és a harmadik pedig Párkány. Párkányban csak személykikötő van. Na most, hogyha valaki tényleg foglalkozik ezzel egy picit, akkor látja azt, hogy például a Komáromi meg a Párkányi kikötő, hát nem éppen virágzik. Ennek az elsősorban oka az, hogy investíciók hiányában az állam nem tudta az infrastruktúrát fejleszteni, és szóval azt az egész közeget olyan helyzetbe hozni, hogy ez érdekes legyen a vállalkozóknak. De viszont van erre lehetőség Európai Uniós pénzekből, és ez az, amit azok alatt, az évek alatt, amíg ott dolgoztam, igyekeztem minél jobban beindítani, és nagyon sok projektet sikerült is megalapoznunk. Európai Uniós projekteknél tudni kell azt, hogy az nem működik úgy, hogy én most jövök, kitalálok egy projektot, valaki rajzol hozzá valamit, és megcsinál. Ennek pontos folyamata van, itt először is kell, hogy legyen egy ötlet, azt az ötletet be kell, hogy sorolják nemzeti érdekként. Most ha ez megtörténik, akkor erre valamilyen pénzt lehet rezerválni, akkor, hogyha van aktuálisan nyitva valamilyen csomag, ahol még van valamilyen pénzösszeg, ami nincs rezerválva. Most, hogyha ez megtörténik, utána el lehet kezdeni valahogy ezt a projektet beindítani. Az azt jelenti, hogy készítünk hozzá egy tervezetet, ennek a tervezetnek az alapján aztán el van készítve egy projekt, ami nem, még nem realizációs projekt, hanem ilyen általános projektnek nevezném. Ezután egy megvalósítási tervezetet el kell készíteni, ezt véleményeztetni kell mindenféle szinten, az azt jelenti, hogy főleg abból a szempontból, hogy mennyire terheli majd meg ez a projekt, ha létre lesz hozva a környezetet, környezetvédelmi szempontból. És ez mind hosszú-hosszú folyamat. Ez, ha meg is van ez a megvalósítási terv, aminek része nem csak az persze, hogy mennyire fogja ezt terhelni a környezetvédelmet, hanem gazdaságilag megetérül ez az egész, van-e értelme, mekkora potenciál van arra, hogy ez most ki legyen használva, ne legyen kihasználva. Szóval az összes információ, amire szüksége van egy vállalkozónak ahhoz, hogy
azt merje mondani, hogy igen, igen, én ebbe a vállalkozásba megyek, mert ennek van értelme, az benne van. Na most, hogy ezt elküldöm véleményeztetni a nem tudom mennyi állami intézményhez, aki mindenki hozzászól a madárvédőktől kezdve, a vízvédelmen keresztül, én nem tudom ki mindenki, ez mind időbe telik. Úgyhogy reálisan én azt menném mondani, hogyha jön egy ötlet egy Európai Unió által finanszírozott projektre, attól a ponttól, hogy jön az ötlet, attól a pontig, hogy megvalósul, 5-6 év eltelik. Igen, ez az én tapasztalatom is. Még egy kérdés, mi tartozik a kikötő infrastruktúrájához? Hiszen kikötő hajók nélkül, mint a Mákos Kulács Márk nélkül. Így van. Az infrastruktúra alatt itt az értendő, hogy hát eleve van egy areál, nevezzük úgy, hogy egy nagy terület, igen, ami ezt a vállalkozást kell, hogy valamilyen szinten támogass. Most, hogyha arról beszélünk, hogy hajókon való áruforgalom, akkor azt a hajót be kell rakni, ki kell rakni. Most erre a hajónak valahol állnia kell, hogy ez működhessen. Mivel, hogy a Dunáról beszélünk, ami egy folyóvíz, jó, meg lehet oldani a Duna partján is, hogy a folyam, ahogyan folyik, szóval ott a szélein ott vannak létesítve mólók, és ott valamilyen aktivitás történhet, de ez többé-kevésbé csak a személyszállításnál működik. Mert ha nekem ki kell raknom egy teherhajót, egy uszájt, ahhoz darok kellenek, ahhoz gépek kellenek, azoknak vasúti sínek kellenek, mert hova fogom átrakni, valahol át kell raknom, raktárhelyiségek kellenek. Ahhoz, hogy az a hajó biztonságosan álljon, ahhoz úgynevezett medencéket kell képíteni, ahhoz a hajók beállnak, és szóval ott horgonyoznak, ami megtörténik a kirakodás, barakodás. Ezt nevezzük infrastruktúrának. Ehhez tartoznak természetesen a gépek, a daruk, stb. Úgyhogy ehhez kell speciális úgynevezett bakokat képíteni, amihez ki vannak kötve a hajók, mert hát medencén belül a hajó nem horgonyozhat, hanem ki kell kötni. Ez mind-mind infrastruktúra, és hihetetlenül igényes egyrészt a karbantartásra, ez az infrastruktúra, másrészt pedig a fejlesztésre, mert meg kell, hogy mondjuk Szlovákiában ebbe az irányba a fejlesztés az elmúlt 30 évben nem volt. Úgyhogy ha összehasonlítjuk a szlovákiai kikötőket külföldi kikötőkkel, és most nem elsősorban tengeri kikötőkről beszélek, hanem folyami kikötőkről, akkor nagyon-nagyon vastagon van mit csinálni. És miért van ott elhanyagolva az egész? Hát ez prioritások kérdése. Én szerintem az aktuális politikai helyzet nem szentelt elég nagy prioritást. Igen. Jó, hát talán az életrajzon végig is mentünk, és elég komolyan szétbontottuk. De október végén választások lesznek, választások a főszerep, itt dönnek az emberek a saját polgármesterükről, képviselőjelöltjeikről. Ilyenkor mindig nagy a sürgésforgás a településeken, megkezdődik a rivalizálás, különböző pártok indítanak jelölteket, de vannak független jelöltek is. Ön is független jelöltként indult, ha jól tudom, a választásokon. Igen. Mi motiválta, hogy jelöltette magát, hol ütötte meg a politika szelemönt? Hát nem igazán tartom én ezt politikának, mert az én szememben, és lehet, hogy nem mindenki látja így, de a polgármester az valahol a falu szolgája kéne, hogy legyen. És párton belül gondolkozni. Pontosan, teljesen mindegy, hogy most én magyar vagyok, szlovák vagyok, én most fehér vagyok, roma vagyok, vagy ilyen pártot, vagy olyan pártot helyezek előnybe, mert hát a pártok politikáját is emberek csinálják, és azok formálják, úgyhogy lehetséges, hogy ma ez a politikai irányzat megfelel nekem, de ott történhetnek belső változások, és onnantól kezdve nem biztos, hogy ez teljesen az lesz, amit én elképzelek. Ettől függetlenül nem voltam soha semmilyen pártnak a tagja, szimpatizánsa igen, ez egyértelmű, de pártag nem voltam eddig életemben sehol. Ami a polgármesteri hivatást, hogy így mondjam, számomra lukratívvá, vagy nagyon érdekessé teszi az, hogy az ember valahol mindig tervez, legalábbis szerintem kéne, hogy tervezzen. Én ez a fajta ember vagyok, hogy szeretek előre gondolkodni, és előre menni. És mindig... Mennyire előre gondolkodik? Hát azért jó pár évvel, hogyha van arra lehetőség. Attól függ, hogy mi a téma, milyen témában. Tehát most minimálisan 4 évre gondolkodik. Előre. Igen, minimálisan 4 évre.
Az, ami engem ebben az egészben motivál, az elsősorban az, hogy a fiatal korom óta mindig azt mondtam, hogy a 50 éves koromig hajtani fogok. Egyrészt, hogy anyagilag az ember be tudja biztosítani a családját, másrészt, hogy kellő tapasztalatokat szerezzen. Én tény is valahogy az elmúlt 20 évben keveset voltam udvardon. Én Trencsénben dolgoztam, Nagyszombatban dolgoztam, Pozsonyban dolgoztam, Nyitrán dolgoztam. Szóval a nemzetközi projektek keretében rengeteget utaztam, sokat voltam külföldön. De ez hazavágyik. Nem csak, hogy hazavágyik, mert mindig nekem 23 éve udvardon van fölépítve házam. És ez 23 éve ott áll, és 23 éve törődök vele, és én mindig hazamentem, amikor csak tudtam. De nem mindig laktam udvardon, ez tény is volt. De a lakhelyem, állandó lakhelyem az mindig is udvardon volt. Ez a utazásom, meg ez a hogy szóval igyekeztem azért minél több tapasztalatot szerezni, ezt így magamnak így kijelöltem, hogy 50 éves koromig. És én úgy gondolom, hogy ezt többé-kevésbé sikerült is, mert tényleg ma 52 évesen úgy gondolom, hogy elég sok tapasztalattal rendelkezem. Van egyfajta fölülnézetem a dolgokra. Úgy gondolom, hogy át tudom látni bizonyos dolgoknak a szövevényeit is. És gyerekkorom óta, ha mondhatom így, vagy nagyon fiatal korom óta mindig bennem volt ez, hogy egyszer én polgármesterként szeretném mindazt, amit esetleg megtanulok, és minden tapasztalatot, amit megszerzek, valahogy polgármesterként szeretném kamatoztatni. Én ma azt gondolom, hogy udvard elindult egy nagyon érdekes fejlődési úton, és én szerintem ez nagyon jó. És most arra van szükség, hogy a további fejlődés garantálva legyen. Aktuális polgármesterünknek politikai ambíciói vannak, ez eléggé egyértelmű, és ő ezt nem is titkolja. Úgyhogy ő elindított valamit, ami én szerintem nagyon nem lenne jó, ha elakadna az véget, hogy nem egy olyan ember ülne a polgármesteri székbe, aki nem abszolút prioritásként veszi ezt a munkát. Ez a legnagyobb motiváció, hogy elindult valami, valaki megalapozott valamit, és ezt folytatni kell. Most én úgy érzem, hogy tudnám ezt folytatni, természetesen együttműködve mostani polgármesterrel is, mert ha összejönnek az ő ambíciói is, akkor ő úgymond egy lépéssel följebb tudna lépni, és a kerületi megyei elnöki pozíciót, ha sikerülne neki betölteni, akkor egy nagyszerű tandem alakulhatna ki, ahol egymást tudnánk támogatni azzal, főleg ő fölül lefele, de én viszont garantálni tudnám azt, hogy most ez az egész, amit ő elindított, ez udvardon folytatódni fog. Ezt jó hallani, hogy tényleg arra alapoz, hogyha a polgármester úr a jelenlegi megnyeri választásokat, a megnyeri választásokat, akkor egy komoly tandem alakulhatna ki. És működő tandem alakulna ki? Hát ez mindig két emberen áll, bár nem csak kettő, mert ott a képviselőtestület is, de én magam részéről egyértelműen föl vagyok készülve erre, és akarom, hogy ez az együttműködés működjön. Az, hogy ő neki mennyire lesz ez prioritása, vagy mennyire fog tudni ebben továbbra is támogatást nyújtani a községnek, az már egy másik kérdés, de én úgy gondolom, hogy nem lesz neki közömbös a község attól függetlenül, hogy ő már nem lesz közvetlenül ott. Sőt, azután, amit mondott, hogy a fejlődést akarják garantálni, az alapokat, amit lerakott a jelenlegi polgármester úr, azt szeretné folytatni, és azt mondja, hogy garantált lehetne a fejlődés. Ön, mint pénzügyi szakember, a kamatok is garantáltak mindig? Ez most egy jó kérdés, és valahol bele is esik ebbe az egész szkémába, hogy így mondjam. A mostani polgármesterünk egy olyan típusú ember, aki investál. Investíciókat részesít előnybe, keresi a lehetőséget, hol, hogyan. Ezt természetesen tudni kell, hogy egy helyhatóság, hogyha investálni akar közpénzekből, akkor mindig van ott egy, vagy saját pénzből finanszírozza, vagy hogyha a projektekből, akkor van egy bizonyos önrész. Igen. Most a 8 év alatt, az elmúlt 8 év alatt a mostani polgármesterünk annyira beindította a dolgokat, hogy én azt gondolom, hogy most szükség van udvardon egy pénzügyi szakemberre, aki valamennyire
azt a pénzügyi egyensúlyt kordában tartani, visszabillenti. Nem azt akarom mondani, hogy ez ki van billenve, de nem hiszem, hogy túl sokáig ebbe a tempóba ez menne. Úgyhogy most kéne valami, ami úgy visszabillenti egy picit a szekeret, hogy úgy mondjam, az egyensúlyba, és pénzügyi hátteremmel, szóval nem a anyagiakkal gondolom, hanem a tapasztalatokkal, amiket szereztem, erre is felkészültnek érzem magam. Jó, de akkor, amikor el van engedve a gyöplő, és húznak a lovak, maga meg vissza akarja majd fogni a lovakat, akkor mit mond a polgár? Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert egyértelműen azt gondolom, hogy nem lesznek már annyira nagy lehetőségek investíciókra, amik mind eddig voltak, de viszont van ott az, pontosan ez a szféra, ami annyira nem volt előnyben részesítve per pillanat, hogy az emberekkel foglalkozzunk egy kicsit, vagy foglalkozzunk azzal, hogy hogyan jobbá tenni ezt az életet udvardon, ami kell hozzá egy bizonyos vállalkozói rálátás, de kell hozzá egyfajta fék is az emberbe pénzügyi téren, hogy ez működjön. Gondolok itt például arra, hogy udvardon van magyar és szlovák nyelvű alapiskola, és elég szépen felszerelt iskolákkal rendelkezünk udvardon. Elég szép pénzek voltak investálva bele az elmúlt évekbe, ami nagyon jó. De meg kell mondanunk azt is, hogy udvardon nagyjából a lakosoknak a 20%-a roma. Na most ez nem kevés. Az nem kevés, így van. Most foglalkozzunk azzal, hogy hogyan megoldani ezt, hogy egy fantasztikusan felszerelt iskola tényleg azoknak a roma gyerekeknek, vagy nem csak a roma gyerekeknek, a fehéreknek is, hozza azt a hozzáadott értéket, amit hozni tud. Mert nem biztos, hogy az egy fehér gyerek per pillanat annyira jól érzi magát azzal a roma gyerekkel egy osztályba, de ezen tudunk változtatni, ezen tudunk dolgozni. Ez nevelési kérdés, hosszú folyamat, de van erre is konkrét elképzelésem, hogyan ezzel az egésszel valahogy. Annyit tudni különről, hogy tanít is közben. Igen, tanítok egy középiskolában aktuálisan, és vannak ott szintén roma gyerekek, és látom ezt, hogy lehet velük dolgozni. Hát tapasztalatom van egy kicsit ebből a non-profit szervezetből is, és felkészültnek érzem magam ezen a téren is, de hát abszolút együttműködésre lesz szükség a pedagógusokkal udvardon, de gondolom, hogy meg fogom tudni őket győzni. Ahogy beszélgettünk, azt a szót említette, hogy hivatás, tehát eleve hivatásként kezeli majd a polgármesteri funkciót, nem funkciónak, és én még hozzátenném azt, hiszen én elég sokat átéltem ebbe a szolgálatba, hogy szolgálat, az emberek szolgálata, hogy képzeli ezt a szolgálatot udvardon? Elsősorban számomra az fontos, hogy senki nem teheti magát abba a pozícióba, hogy én vagyok itt a legokosabb, és én tudom, hogy mit kell csinálni. Minden ember kerülhet abba a helyzetbe, hogy szüksége van valamilyen tanácsra, valamilyen konzultációra, szakemberrel egy adott témakörben. Nekem ez az első alapvető dolog, amit szeretnék kialakítani, olyan nevezzük így tímeket, akik akarnak és tudnak tanácsot adni, szóval valamilyen irányt adni a további fejlődésnek. Mondok konkrét dolgot erre. Abszolút el vagyok tökélve arra, hogy egy ilyen vállalkozói klubot létrehozni a polgármesteri hivatal mellett, olyan vállalkozókkal, akik évek óta vállalkoznak, tudják a szakma csínyabínyát, tudják, hogy mi az, ami a legnehezebbé teszi a vállalkozásokat, függetlenül attól, hogy most nem tudom, privát óvodát működtet valaki, vagy elektromos iparban valamilyen akármiket gyárt, vagy szóval aktív. A lényeg az, hogy létrehozni egy olyan platformot, ahol ezek az emberek rendszeresen tudnak találkozni, elmondják, hogy mi az, ami fontos, ez lehet kicsinség, lehet nagy dolog, mi az, amit tudunk finanszírozni aránylag egyszerűen, vagy lehet, hogy nem is kell rá különösebb finanszírozás, csak megváltoztatni valamilyen alapműködési elveket, és így mozdítani előre a dolgokat. Úgyhogy az én elképzelésem nem az, hogy most éljök, és azt mondom, hogy ez így lesz, és valahogy rászedni a képviselőtestületet arra, hogy nem most pedig ezt szavazzátok meg, mert én meg vagyok arról győződve, hogy ez a legjobb, hanem
találkozunk, üljünk le, érveljünk, és beszéljünk arról, hogy tényleg mi az, ami a legjobb a községnek, és mi az, amire a községnek szüksége van. Ezáltal szolgálatot teszek, vagy szeretnék tenni azoknak az embereknek, akiknek fontos, hogy milyen környezetben élnek, és akik változtatni, javítani akarnak ezen a környezetben. Azt is tudni kell, hogy ilyenkor választások előtt az országban talán nincs olyan hely, ahol elégedettek lennének 100%-ban a jelenlegi vezetéssel. De ez így van rendje, hiszen a világ sose lesz olyan, hogy mindig mindenki elégedett lesz. És érez-e valami kivetni valót most, hogy elindult a polgármesteri székér a jelenlegi vezetése szemben? Hát erre abszolút elégedettség az soha nincs. Ez nem is lesz, és nem is jó szerintem, ha van, mert két embernek mindig más nézete lehet bizonyos dolgokra, de nem azért ülök én most itt, én azt gondolom, hogy most kritizáljam azt, ami történt. Biztos vagyok abban, hogy bárki más ült volna a polgármesteri székbe, a dolgok máshogy történtek volna meg, és ez nem kritika, ez egyszerűen tény, ez így van, mindenki valamilyen beállítottságú, mindenki valahogy próbálja vezetni a dolgokat. Én azt gondolom, hogy ha van is valami, ami nem úgy van megcsinálva, hogy lehet, hogy a többség gondolja, amit nem tudunk, mert mindenki a saját fejéből indul ki, azt majd megpróbáljuk korrigálni, de nem hiszem, hogy ez most az a fórum lenne, ahol itt kritizálni kéne bárki. Igen, ez a kérdés kicsit behúzós volt, és kíváncsi voltam arra, hogy hogyan fogja reagálni. Én azt hiszem, hogy valójában minden egyes indulónak, aki indul a választáson, valahol így kell elregálni ezt a kérdést, hogy nem azzal foglalkozni, hogy az elődöm, az politikai ellenfelem, a polgármester ellenfelem, hogy mit rontott el, hanem tényleg megmondani, hogy igen, én nekem az elképzelésen ilyen, csak ezen fogok indulni a múltat. Nem hántorgatni, előre nézni. No de, hogyha előre nézünk, mennyire önkormányzatbarát a lakosság udvarton, és mennyire kapcsolódik be a közösség vérkeringésében? Én azt gondolom, hogy az emberek elég figyelemmel követik azt, hogy mi történik a falunkban, községünkben. Elég aktívan ez támogatva is van például olyan dologgal, hogy a testületi gyűlések videózó vannak, és bárki meg tudja nézni az interneten, a falunk a weboldalára fel vannak téve ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy elég transzparens módon zajlik ez az egész, és ezáltal az emberek bele tudnak kapcsolódni. Vannak, akik annyira aktívak, hogy tudomásom szerint a testületi gyűlésre is elmennek, bár ezáltal, hogy kényelmesebb otthonról megnézni, lehet, hogy ez így egyszerűbb. Én bízom benne, hogy nem közömbös az embereknek az, hogy mi történik udvardon, bár egyfajta ilyen általános letargia, hogy mondjam, egész országos szinten jelen van, ezt viszont el kell fogadnunk, de nem gondolom, hogy ennek a lokális politika, vagy a lokális polgármesterek, vagy képviselőtestületek működésének a módja az oka, hanem a nagy politika, ahol viszont vannak rezervák, ezt el kell fogadni. Bizonyára vannak rezervák a nagy politikában, és nagyon jól fogalmazott, hogy nem az önkormányzatok az okozója, az emberek kicsit letargiában vannak, sőt, mi több, én merem állítani, az önkormányzatok nem léteznének olyan formában, amilyenben léteznek, akkor az emberek még nagyobb apátiával és letargiában volnának a társadalmunkban. Na de, ahogy kérdezem, mennyire önkormányzatbarát, és gondolom, figyel az eseményeket. Az önkormányzatok nincsenek a legjobb erőbe, kondícióba, sőt, amíg eddig nem volt, sztrájkoltak. Mit szól ehhez? Én szerintem nagyon fontos, hogy ez az erő, mert ez egy hatalmas erő az önkormányzatok itt Szlovákiában, most politikai szempontból, hogyha nézem, ez a hatalmas erő össze kell, hogy fogjon. Mert az emberek érdekeit leginkább az önkormányzatok értik, a lokális érdekeket. Hogy tényleg mi a fontos annak a Julis nénének, annak a Feri bácsinak, és így tovább. És ezt
olyan módon degradálni, ahogy ez per pillanat történik a mostani politikai vezetőségnél, a nagy politikában gondolom, ez egy elég nem fér dolog. Ennek egyetlen útját, módját, megoldását látom én is, hogyha ez az erő, ez a közösségi erő, ami a önkormányzatoknál van, összefog. És én úgy látom per pillanat, hogy ez az összefogás zajlik, és valamilyen események történnek fokozatosan, mert az említett sztrájk is erről tanúskodik. Hát én csak bízni tudok ebbe, hogy ezen a téren is tudok elég erős támogatást adni ennek a közösségnek a jövőben, ha oda sikerül kerülnöm, hogy szintén ez a dolog még erősebb legyen, és még intenzívebben folytatódjon. Ha most föltenném azt a kérdést, hogy milyennek látja a faluját egy 10-es skálán, ahol a legrosszabb osztályzat az 1-es. Udvardot hova helyeznél ezen a skálán? De ez a skála most... 10-es skála. 10-es skála, de most mit értékelünk, hogy az életszínvonal, vagy a fejlesztések szintje, vagy a... Hát én azt mondom, hogy egy polgármester jelöltnek, ha értékelnünk a foglalat, ez komplexan értékelem, 1-es, 10-es skála azt mondom, hogy a udvar számomra, mit tudom én, 8,5-öt jelent. Én csak mondtam egy számot. Megmondom őszintén, nem gondolkoztam ezen így ilyen vonatkozásban. De az is, azt is jelentő, hogy nem voltunk meg egy ez a kérdésekben. Igen. Én azt gondolom, hogy van olyan szféra, amit mernék 9-essel értékelni, viszont van olyan is, amit lehet, hogy ilyen 4-esre tennék. Na most, hogyha ebből csinálok egy átlagot, akkor mondjuk azt, hogy ilyen... 7 körül. 6 és 7 körül, hét. Igen. A 6 és 7 körül átlaga szerintem mai világban nem rossz. Én is úgy gondolom. Mai világban nem rossz, és pontosan azért tettem fel ezt a kérdést, mert kicsit én is ismerem Udvardot. Kicsit valami, talán majdnem azt mondja, közöm is van Udvardhoz egy fejlesztésben, és látom ott az embereket működését, a nyüzsgést, tehát udvardiak is egy dolgos emberek, mint a nácege, gondolom. Így van. És megteszek mindent azért, hogy a falu fejlődjön. Én egyszer azt írtam az egyik könyvemben, hogy az életkampány kampánycsend nélkül. Önnek mi erről a véleménye? Hát az ember tulajdonképpen fontos, hogy kialakítson valamilyen véleményt, vagy tegyen olyan lépéseket az életben, ami alapján az emberek értékelni tudják azt, hogy most mit csinált, mit nem csinált, hogy csinálta, jó csinálta, rosszul csinálta. A szüleim annak idején úgy szokták mondani, hogy maradjon utánunk valami. Valami, amit az emberek értékelnek, amit az emberek valamilyen szinten használnak, és szóval jó nekik. Most pontosan ez az, amiről ez az egész szól, hogy az ember éveken keresztül gyűjti a tapasztalatát valahol, és úgy tűnik, hogy hát ő nem is volt udvardom, vagy szóval udvardi ő. Úgyhogy tisztában vagyok azzal, hogy nekem most egy ilyen bemutatkozást kell csinálnom újra udvardon. De viszont pontosan azért történtek ezek a dolgok, mert ha megnézzük bármelyik nagy történelmi személyiséget, akár a szlovák, akár a magyar történelemben, szinte mindenkinek ez megvolt az életében, hogy el kellett, hogy menjen otthonról egy időre, begyűjteni a tapasztalatokat, tudást, és aztán visszatérni, ha van rá mód, vagy még följebb lépni, és akkor onnan próbálni hasznosnak lenni. Úgyhogy kamatoztatni otthon a tudást, tapasztalatot, ami önnek van. Így van, pontosan. Úgyhogy én számomra az életkampány, ez pontosan erről szólt, hogy mostanáig 50-es koromig tulajdonképpen zajlott ez a tapasztalatgyűjtés, a tudásgyűjtés, és most kellene az, hogy ha az esélyt megadják a lakosok természetesen, hogy meg tudja mutatni azt, hogy na emberek, akkor csináljuk így, és akkor meglátjuk, hogy ez most jobb lesz, vagy jobb lesz nekünk itthon. Tehát, ha egy gyümölcsfához hasonlítom, beérett egyfajta gyümölcs, és ezt próbáljuk leszedni együtt a lakosokkal. Így van. Így van. Így van. Ön függetlenként indul a választáson. Tehát nincs egyfajta politikai hátszál az egésznek, ehhez össze kell gyűjteni egyfajta bizonyos aláírást.
ön járt, vagy valaki jártak ön helyett, ha pedig ön járt, mik voltak a lakosok, vagy mi volt a lakosok véleménye, amikor bekapogtatott, hogy én, Szekeres Gábor, szeretnék polgármester lenni. Ez egy ilyen megosztott dolog volt, megmondom őszintén, mert van egy, mondjam így, hogy kampánytímem, ami nem sok emberre fókuszálódik, tulajdonképpen a testvérem és annak férje, azok, akik leginkább ezekben a dolgokban mellettem állnak és támogatnak. Úgyhogy az aláírásokat tulajdonképpen ebbe a körbe szedtük, de az aláírásoknak a nagy részéért személyesen mentem el. Én először azt gondoltam, hogy nehéz lesz meggyőzni az embereket, és szóval sok időmbe fog telni. Megmondom őszintén, csináltam egy listát előre, hogy kikkel kezdem, és aztán hogyan folytatnám az egészet tovább. Hál' Istennek annyira gyorsan sikerült 300 aláírást összeszedni, 200 volt a határ, hogy nem igazán sokáig kellett ezt az aktivitást csinálni. Miért nem olyan soká? Mert minden relatív. Azt hiszem, hogy 4 nap. Uh-huh. 4 nap. De viszont ezt nagyon nem szeretném alábecsülni, és szeretnék az emberekkel találkozni. Hogyan? Na most pontosan ezt a lehetőséget szeretném most kihasználni egy ilyen meghívásra is, hogyha lehet ezt így mondani. Tulajdonképpen október első hétvégétől számítódóan minden hétvégén fogok udvardon szervezni egy ilyen találkozót. Nagyon fog körülni, hogyha eljönnek az emberek minél többen, minél nagyobb számban. Ahol szeretném pontosan ezt elérni, hogy elmondani, ki vagyok, mi vagyok, hol jártam eddig, miért nem voltam itthon, és mi az, amit szeretnék csinálni. A választási programom több ilyen témakörből áll össze, és ezeket a témaköröket külön-külön szeretném ott őnekik megmutatni, nagyjából reprezentálni, lehetőséget adni, kérdezz-felelek módon, hogy akkor beszélgessünk erről, és akkor csináljuk együtt. Ha úgy gondolják, hogy igen, ez az út, ez lehet az az út, amin a községünknek kéne tovább menni, akkor fog körülni, ha támogatni fognak a választásokon. Ha meg úgy gondolják, hogy egyik-másik téma nem igazán úgy van, ahogy ők szeretnék, akkor beszélgessünk róla, konzultáljuk ezt a dolgot, mindenen lehet változtatni, mindent lehet formálni, de a lényeg mindig ugyanaz marad, hogy a köz érdekét szolgálja. Ne az egyénét. Ne az legyen abból, hogy most megcsinálunk valamit azért, hogy most egy embernek, vagy két embernek, vagy egy szűk csoportnak jó legyen, hanem csináljuk azért, hogy minél több embernek jó legyen. És erről szól az egész választási program. Elég lesz az a 4 hétvégi tréning a főmérkőzésre? Nem tudom. Megmondom őszintén, nem tudom, de olyan nevelést kaptam, hogy bármilyen kihívás elé kerülök az életben, próbáljam azt a kihívást teljes felelősséggel vállalni, és szóval úgy állni hozzá, hogy nem lógtam el a felét, vagy nem vettem félvárva a dolgokat, tényleg apai anyait beleadni, hogy az emberek reálisan tudják, hogy ki vagyok, és miért akarok oda menni, mik a céljaim, mik az elképzeléseim. Aki ismer, aki éveken keresztül együttműködött velem, sajnos nem sok udvardi van ezek között, megmondom őszintén, azok ezt alá tudnák támasztani. De hát éveken keresztül Trencsén, Nagyszombat, Pozsony, ezek az emberek udvardon nem szavazójogosak. Úgyhogy. Ha már az elképzelésekről esett szó, bizonyára vannak önnek is elképzelései, és ahogy mondta, hosszú távra minimálisan 4 évre tervez. Mik azok az elképzelések, hiszen tudjuk azt, hogy a múlt az mindig utánunk kullog, azt el kell engedni, a jelenben élünk, és úgy kell tevékenykedni, hogy jövőt biztosítsuk a generációk számára. Igen, pontosan ez az oka annak, hogy szétosztottam a választási programot valamilyen témakörökre. Itt különböző témaköröknek különböző súlya van természetesen. Mert vannak témakörök, amik természetesnek kellenek, hogy legyenek. Ez például a fiatal családok támogatása, az idős emberek segítése. Ennek megvannak a megszokott, beütemezett valamilyen folyamataik. Ezeken lehet javítani, lehet tökéletesíteni, lehet kibővíteni, de ezt mindenképp szeretném. Ez az alap, ez így megmarad. Aztán vannak a fejlesztési dolgok, ami mindig pénzkérdése.
Itt vannak elképzelések persze, hogy jó lenne, ha sikerülne. És ezeket a dolgokat el akarom indítani. Ahogy említettem, tapasztalatom van az investíciós projektekkel, hogy egy investíciós projekt nem ma megkitalálom, holnap megcsinálom, ez így nem működik. Mi az, ami jó lenne, ha elindulna? Akkor konkrétumokban, hogyha akarunk beszélni. Pár szóval, mert azt mondta, jó lenne elindulna, én meg arra vagyok kíváncsi, mi az, ami jó lenne. Jó, megmondom. Én szerintem Udvardon meg vannak teremtve a feltételek arra, hogy egy ilyen kisebb méretű ipari park létesüljön. Nem kell, hogy túl nagy legyen, de egy olyan létesítmény, amit a vállalkozók ki tudnak használni, vagy a saját vállalkozások fejlesztésére, mert tudjuk jó, hogyha egy vállalkozás beindul, az teret is igényel. Most, hogyha egy vállalkozás beindul egy garázsban, vagy egy családi ház udvarán, az előbb vagy utóbb, ha megy ez a vállalkozás, az kinyírja önmagát, és szüksége van bővülni, szóval terjeszkedni. Most, hogyha ezek a vállalkozók mind elmennek nekünk Újvárba, az a falunak nem jó. Erre van lehetőség Udvardon, és én szerintem nem is kíván különösebb nagy investíciót, ahogy ezt meg tudjuk oldani. Ezzel kapcsolatosan már kapcsolatba is léptem egy komoly vállalkozóval, és éppen holnap megyünk erről tárgyalni, hogy hogyan lehet ezt az egészet meg is valósítani, választások után természetesen. Ez az egyik ilyen dolog. A másik dolog, minimum 20-25 éve arról álmodozom, hogy Udvard és Újvár között legyen egy kerékpárút. Ha jártas Udvardon, akkor tudja azt, hogy az Udvard és Újvár közötti út eléggé kacskaringos. Volt a több karamban is. Igen, elég. Ha van baleset, akkor az általában súlyos. Nem könnyű baleset. Én szerintem nagyon sok udvardi, akik napirenden járnak Újvárban, vagy még ha nem is napirenden, de hogyha be akarnak menni, arra bemennének kerékpáron, vagy görkocsolyán. Per pillanat nincs hol, mert igazából jó van képítve egy ilyen az iskola udvaron, ahol lehet tornázni, meg én nem tudom, de ez kerékpározása nem igazán alkalmas. Nem beszél arról, hogy Udvardon 5 kavicsos van. Most ezek természeti adottságok, amiket ki lehetne egy picit aknázni. Én nagyon szeretném ezzel a kerékpárúttal nem csak Udvardot és Újvárt összekötni, hanem levezetni ezekhez a kavicsosokhoz is, és akkor az embereknek ezt a turizmus élményt egy picit ezzel közelebb hozni. Aztán vannak Udvardon, van egy körforgalom Udvardon, ami nagyon jól megépült, mert eléggé leegyszerűsítette a forgalmat szerintem a falu központjába. De van ezen kívül még minimum egy, de szerintem inkább kettő olyan pont, ahol szintén körforgalmat kellene építeni, hogy leegyszerűsítenek a dolgok. Jó, mondjuk nem azt akarom ezzel mondani, hogy ezek most nem tudom milyen baleset központú helyek, mert annyira gyakran nincs ott baleset, de viszont én szerintem meg kéne ezeket építeni, hogy egyszerűbb, folyamatosabb legyen a forgalom, stb. Ezen kívül van Udvardon egy gyönyörű szép kultúrház, ami viszont szerintem rekonstrukciót és modernizációt igényel. A rekonstrukciót most olyan értelemben, hogy energetikai szempontból, hogy gazdaságosabb legyen üzemeltetni az épületet, és modernizációt olyan szempontból, hogy el tudom képzelni, hogy ez egy multifunkcionális épület legyen. Ami nem csak színházi előadásokra tud modern lehetőségeket nyitni, vagy adni, hanem egyre inkább veszem észre a fiatalok között, hogy kezd visszatérni a mozi időszaka, a mozi divatja, hogyha így mondhatom. A gyerekeim is hányszor, ha Újvárban nem, de Pozsonyban biztos, hogy el akarnak menni. Megnéznek egy filmet. Igen, mert vannak ezek a különböző 3D, nem tudom milyen technológiák, és ezekre én szerintem a mi kultúrházunk adva van, ki kell építeni. Aztán persze ezekhez kell valamilyen parkolókat építeni, ami szerintem nagyon, nem is annyira pénzigényes, de viszont számomra fontos szintén, és én azt gondolom, hogy sok udvardinak ez még fontos, a zöldövezeteknek a karbantartása. A falu közepe gyönyörű szép. Ez abszolút kalapot kell emelni, és én meg vagyok arról győződve, hogy a polgármester, ha nem lennénk pénzhiány, akkor folytatta volna ezt a parkosítást tovább is. De vegyük például a régi temetőket. Udvardon van több régi temető, ahol sajnos az én nagyszüleim is még az egyikbe fekszenek, és nem tudok oda menni a sírjukhoz, mert annyira be van nőve gyommal és ezekkel a fákkal, ami... Pedig a temető a község tükörképe.
az új temető, ami használva van, az tényleg egy tükörkép. Mi az, hogy használva van egy temető? A temetőben, ha vannak halottaink, oda mindig kimegyünk, ha máskor nem halottak napján. Így van, pontosan. Tehát a temető használata az állandó jellegű, mert vagyunk mi, vannak a gyerekeink, vannak az unokáik, akik mindig meg fogják nézni. Sőt, a régi temetőben talán még többször kimennek, hogy lássák azt, hogy mikori sírok is vannak ott, sőt, emlékek. Pontosan, történelmi értéke van. A régi temető az történelmi érték, és szintén szüleimtől van ez a mondat bennem, hogy aki nem tiszteli a múltját, annak nincs jövője. És a temető az első pont, ami a múltunk, és én szerintem ez nagyon fontos lenne, hogy rendben legyen tartva. És nekem most egy nagyon friss élményem van ezzel kapcsolatban, ugyanis hát ráadtam magam egy olyan dologra, hogy a családfámat kidolgoztatnám. Egy érdekes összegzése van ennek az egésznek, hogy 1700-as évekig visszamenőleg minden elődöm udvardi volt, úgyhogy én annyira tőzsgyökeres udvardi vagyok, hogy ettől jobbat már nem is lehet kitalálni. És hiába próbáltam végigjárni a temetőket, mert hát az ember próbálta feltérképezni azt, hogy most melyik elődöm, hol fekszik, mikor halt meg, mikor született, stb. Nem tudtam oda jutni a sírokhoz. Szóval ez is egy ilyen apróság. Hát a tervek megvannak. De egyszer azt olvastam, hogy aki szavazással lesz győztes, az nem uralkodó, hanem adós. Abszolút egyetértek. Abszolút. A bizalom az, ami el fog dőlni október 29-én. Az emberek adnak-e bizalmat nekem arra, hogy velük együtt előbbre mozdítsam Udvardot, vagy nem. És ha azt a bizalmat megkapom, ezt a bizalmat meg is kell érdemelni, és én most ebből a székből ígérem, hogy megteszek mindent azért, hogy ezt a bizalmat szóval megtartsam, és ne okozzak csalódást. Tehát ezzel, ha lefordítom a kérdést, akkor az adósságot szeretné törleszteni a következő négy esztendőben. Így pontosan. Van? Így van. Azt mondják, hogy a választásokat elsősorban azért nyerik meg a férfiak és nők, mert legtöbb esetben valaki ellen, mintsem valaki mellett szavaznak. Mennyire igaz ez? Ez embere válogatja, mert van, aki nem határozott véleménnyel megy szavazni, ami nem jó, én szerintem, és úgy gondolja, hogy mindegy mi, csak ne az a mi. Szóval ne az a másik. Sokkal jobb az, hogyha az ember azért megy, hogy igen, ez az, akit mi akarunk, ez az, amit mi akarunk, és nem az emberről beszélünk most elsősorban, hanem arról, amit az az ember reprezentál. Úgyhogy van ilyen is, olyan is, én szerintem. Mert az utolsó időben, szerintem utolsó 15-20 évben már arról szól a választás, hogy nem az, hogy ki legyen, hanem ki ne legyen. Tehát eljutottunk egy olyan politikai kultúrához, amikor nem azért megyünk el, hogy az a valaki győzzön, hanem az a valaki, aki ott van, ne legyen ott. Mi ennek az oka? Én szerintem ez a nagy politikából indul. Igen. És valahol én egy picit hibáztatom azért a médiákat is, mert nagyon sokszor propagandista módon állnak hozzá a dolgokhoz, nem pedig objektíven. Mert megírni egy cikket, az egy óriási erő, és óriási tömegeket tud befolyásolni, úgyhogy nagyon nagy felelősség kéne, hogy társuljon ehhez a újságíró személyében, hogy valójában tényleg objektívan fölemérte ezt a helyzetet, és tényleg ugye van az a dolog, amit megírta, hogy van. Én azt gondolom, hogy ez egy picit deformálta az információkat sokszor az embereknél, és így jutottunk el lassan oda, hogy valaki ellen, és nem valamiért. Én azt hiszem, hogy mindenkinek komolyan kell menni ezt a választást, lehet legyen az a jelenlegi polgármester, vagy az indulók, mert senki se mehet biztos, ha bárkit érhet meglepetés. Igen, és ez most Udvardra nagyon érvényes, ugyanis a mostani polgármesterünk ambíciója bekerülni megyei elnöknek. Innentől kezdve, mivel hogy ő pályázik Udvardon is, meg a megyén is, és ha megnyeri a megyét, akkor Udvardon nem fog belépni a polgármesteri székbe. De az nem azt jelenti, hogy a másik nyer? Pontosan. És akkor új választásokat kell kiírni, ami a falut egy picit hátrányos helyzetbe hozza, mert azokat a választásokat 12 hónapon belül kell kiírni, hogyha jól tudom. És ez már 12 hónap veszteség lehet annak a falunak, mert egy átmeneti időszakban fog működni, ami kár.
12 hónap alatt azért már valamit lehet csinálni. Mondjuk nem egészen, hogy 6 hónap alatt írják ki a választásra, tehát 6 hónapra elküldőni aztán a választásnak. Úgy, igen, így, úgy gondolom, hogy 12 szerint... hónap, amíg belép, vagy beléphet. Az 6 hónap, mert a 6 hónapon belül vannak a választások kírva, tehát 6 hónap után 7. hónap be lehet lépni. Akkor az úgy még a jobbik eset. Úgy még a jobbik eset, mert nem késnek annyit, a vonatát nem késik. Mi van akkor, ha döntetlen? Azt nem tudom elképzelni. Döntetlen, az abszolút egyforma szavazat kérdés. Igen, mi van akkor? Mert van ilyen. Több esetben volt ilyen, szóval több választás, hogy döntetlen volt. De gondolom, akkor is új választások vannak ilyen. Akkor komoly jelöltek vannak, amikor, mit tudom én, a döntetlen, fociba is. Két jó csapat mérkőzik, előfordul, hogy döntetlen. Hát mondjuk egy 5000 lélekszámú falunál, hát előfordulhat, igen, előfordulhat, de mondjuk a statisztikai szempontból nem nagy esélyt látok rá, mondom őszintén. A statisztikákat mindig úgy alakítjuk, hogy akarjuk. Ez igaz. Azt mondja, hogy majdnem 5000 lélekszámú falu, én szóval 4999? Az utolsó oficiális népszámlálás eredményei alapján igen, egy ilyen érdekes szám jött ki, hogy 4999. Tehát ebből a szempontból még nem telesíti a városi jelleget. Már most nem. Eddig igen, mert Udvarnak hosszú távon 5000-en fölül volt a lakossági száma, de most lecsökkentünk. Mi az elképzelés arról, hogy város, illetve nagyközség? És egy lakos hiányzik. Hát mondjuk azt be lehet hozni, de én valahogy lehet, hogy nem látok még elég mélyen ebbe a dologba, de számomra én úgy gondolom, hogy község még egyelőre jobb, mint a város. Mert közvetlenebb, én nem tudom, ez most érzés alapján van, ez most nem támaszkodok valamilyen oficiális információkra. Én úgy érzem, hogy Udvard az mindig is egy nagy község volt, bár volt járási jellege valamikor, igen. Ez, ha jól tudom, 1925-ig, de én jobban szeretem Udvardot, mint falut. Én is így gondoltam, mert sokan azt kérdezték, hogy nem jobb egy városban élni, mint egy községben. Én mindig azt mondtam, hogy a polgár, vagy egy kívülálló azt mondja, hogy ott van egy nagy község, vagy egy kisváros. Tehát a nagy község jellege sokkal jobb, mint egy, hát ott van egy kisváros. Szóval az emberek azt mondja, és így voltam a bősi polgármester kollégával, amikor bőst városi jelleget kapott, vagy státuszt, és mondtam neki, kedves barátom, este kimentél a faluba, reggel a városba jöttél vissza. Amikor... Igen. Ez így működik. Egy ilyen kérdés. Amikor majd bemutatkozik, elmondja az utolsó kampánybeszédet, mivel szeretné zárni? Na, ez egy jó kérdés. Hát mindenképp az egész kampányt arra fogom próbálni felépíteni, hogy az emberek megismerjenek, hogy megnyerjem a bizalmukat. És most is az a elképzelésem, hogy folytassuk azt, ami elkezdődött, tegyük még jobbá Udvardot, és ez csak akkor fog működni, ha minél több ember eljön kinyilvánítani a véleményét a választásokra. Úgyhogy minél több ember jöjjön el szavazni október 29-én, az fogja megmutatni objektívan azt, hogy az emberek mit akarnak. Úgyhogy valószínűleg ezzel fogom zárni, hogy szóval motiválni az embereket arra, hogy jöjjenek el szavazni. Mondjál tekintet meg. Nélkül arra, hogy kire szavaz. Pontosan. Nekem nem az a... Szóval én nem úgy akarom ezt az egészet beállítani, hogy megszakad a szívem. Csak végettem jöjjetekkel. Összedől a világ, hogyha én nem leszek. A legjobb. A jelöltek közül a legjobb, aki a legjobb jövőt tudja a falunak biztosítani, hosszú távon nyerjen az. Tehát nincs árdobálás? Nincs. Részemről biztosan. Ez nagyon jó, mert 1994. október az már nagyon messze volt. Nagyon messze van. És én akkor azzal zártam az első kampánybeszédemet, hogy föl kell készülni arra is, az ember talán beszíthet. Tehát a győzelem az mindig öröm, a győztes, az polgármester, hogy minden visz. Ott nincs ezüstérem, bronzérem, ott van egy aranyérem, amit megkap az ezüstérmes nem is edzik tovább. Tehát arra is fel kell készülni, hogy vesztek,
sőt, arra kell félkészülni, és életek menni kell tovább. Tehát akkor erre is fel van készülve. Hát, úgy gondolom, hogy igen. Hát valamilyen szinten az embert mentálisan befolyásolja minden élmény, most pozitívan vagy negatívan, de én úgy gondolom, hogy fel vagyok rá készülve, és tudok együtt élni, szóval bármilyen eredménnyel. A lényeg az, hogy minél több ember nyilvánítsa ki ezt a véleményt, és akkor nem fogom tudni, hogy akkor még dolgoznom kell azon, hogy esetleg az emberek bizalmát megszerezzem, vagy pedig, ha megkapom, akkor mostantól kezdve. Tehát értsem úgy, hogy az élet nem fog leállni, nem. Ha győz, az nagyon jó lesz, ha esetleg nem, akkor folytassa tovább azt, amit elkezdett, hogy esetleg a, mit tudom én, 2026-os választás, akkor újra meg lehessen méretetni. Hát én szerintem, ha bekövetkezik az, hogy a mostani polgármester megvédi a pozícióját, igen. 99%-os esélyt adok arra, hogy 3 vagy 6 hónapon belül új választások lesznek. Úgyhogy nekem most elsősorban ezen fog kellene elgondolkozni, hogyha ez a modell áll föl, akkor abban a választási ciklusban részt veszek, vagy nem. Ez természetesen attól sok függően, hogy milyen visszajelzéseket... Hogyan fog szerepelni most? Igen, milyen visszajelzéseket fog kapni az emberektől, és hogyan fog szerepelni már konkrét adatok alapján. És ha úgy fogom látni, hogy oké, esetleg esélyes a dolog, akkor a második körben is ezt a dolgot meglépném. Ha viszont annyira rosszul sülne el a dolog, hogy nem, akkor tudom, hogy még dolgoznom kell ezen udvaron, és onnantól kezdve lehet, hogy 4 év múlva, de ezt most nem merném ígéretként itt. Így. Nem is akarom, hogy ígéretet tegyen, de szerintem, ahogy a beszélgetésből is kiderült, azért el van tökélve arra, hogy azt a tapasztalatot, amit összegyűjtött az élete során, az évek során, azt az udvariak számára szeretnék kamatoztatni. Egyértelmű. Én oda kívánom, hogy kamatoztassa. Én azt hiszem, hogy a választó majd dönt, hogy ki jut be az új testületbe, ki lesz udvar, illetve más községek polgármestere, de ez mindaz attól is függ, hogy kit és hogyan sikerül meggyőzni, hogy ő a megfelelő jelölt abban a tisztségben. Október végén minden kiderül. Én kívánok békés és tisztességes választást mindenkinek udvardon is, és hát sok sikert hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.